Három csapat játékosai vették át érmeiket az ünnepségen, és mint ahogy Jakab Imre fogalmazott, rendkívül sikeres évet zártak a sörgyáriak. A lányok az NB1 nyugati csoportjában másodikak, a fiúk az NB2 délnyugati csoportjában szintén másodikak, és a férfi második csapatunk a megyei bajnokságban szerzett harmadik helyet. Dénes Sándor polgármester a város vezetése nevében büszkén gratulált a játékosoknak, és az asztali teniszt, mint sportágat szívükön viselő vezetőknek, edzőknek. Az asztali tenisz, a pingpong azért elég sokakat megmozgat, sok fiatalt látok itt, tehát van utánpótlásunk is, hála Isten. A város is természetesen támogatja. A támogatás az soha nem elég természetes, de a jövőben is mellettük állunk, mert megérdemlik, hiszen ilyen szinten asztali teniszezni azért az már nem kis dolog. A sportág reklámereje, a sportvezetők elszántsága és a sporthoz rendelt pénz határozza meg, hogy mennyi ember tudnak bemonzani egy-egy edzőterembe, tornaterembe, fogalmazott köszöntőjében Cseresnyés Péter. Mi itt Nagykanizsán büszkék lehetünk egy-két nagyon-nagyon aktív ember munkája révén, amit meg kell köszönnünk, hogy azt mondtad, hogy körülbelül 100-an vagytok, ugye, hogy 100 ember egy sportegyesületbe össze tud jönni, sok-sok sportegyesület tenni össze a kezét Nagykanizsán, hogyha 100 egyesületi tagot tudna magáénak. A sörgyáriak a sikeres szezont követően nagy reményekkel néznek a következő évad elé is, hiszen mind a három csapat akár egy osztállyal feljebb kerülhet.